Jó napot kívánok, ez a Híradó délben. A köztársasági elnök szerint előrehozott választások kellenek. Az államfő néhány perccel ezelőtt exkluzív interjút adott a Magyar Televíziónak. Sólyom László ebben azt mondta, Magyarország elpazarolhat egy évet, ha a konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal egy évre választ az országgyűlés miniszterelnököt. Ma már olyan a helyzet, hogy csak egy előrehozott parlamenti választás adhat esélyt arra, hogy egy stabil, széleskörű felhatalmazással rendelkező kormány tud felállni. Egy olyan kormány, amelynek elég háttere van arra, hogy egy hosszú távú, több éves programot meg tudjon valósítani, és így ki tudja vezetni az országot a válságból. A kormány oldalnak erre az az ellenérve, hogy egy előrehozott választás az sokáig tart, 3-4-5, akár 6 hónapig is, amire feláll egy olyan új kormány, ami döntéseket hozhat. Megéri-e ez az hát áll. Én meg úgy látom, hogy ez a mostani kísérlet, ez pedig egészen biztos, hogy egy éves késedelemmel fog járni. Egy előrehozott választáson a pártoknak meg kell küzdeniük a bizalomért. Csak akkor fogják helyreállítani a hitelességet, hogyha valóban egy olyan kampány lesz, amely reális programokkal lép fel, és amely nem fog hitegetni senkit, hanem egy nagyon tisztességes, őszinte kampány fog folyni. A Sólyom Lászlóval készült interjú teljes, vágatlan változatát megnézhetik weboldalunkon, a híradó.hu-n, valamint láthatják majd az estében és 10 óra után. Előrehozott választásokat vagy egy szakértő vezette kormány tart indokoltnak a megkérdezettek többsége egy friss felmérés szerint. A Sonda Ipsos felmérésében a válaszadók 42%-a mondja azt, hogy előrehozott választásokra van szükség, és nagyjából ugyanennyien 41% véli úgy, hogy egy pártok egyetértésével alakult, szakértő által vezetett kormány kell. Surányi Györgyöt támogatná leginkább az SZDSZ a szocialisták miniszterelnök jelöltjei közül. A szocialista párt elnöksége tegnap este döntött úgy, hogy Glac Ferencet, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét, Surányi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, és Vértes Andrást, a GKI Gazdaságkutató ZRT elnökét javasolja kormányfőjelöltnek. Gyurcsány Ferenc a tegnapi elnökségi ülés után azt mondta, velük és róluk kezdődhetnek ma hivatalos konzultáció. A szabaddemokraták várhatóan délután döntenek majd a szocialisták jelöltjeiről, és ezután tárgyalnak majd az MSZP-vel. Vértes András feltételekkel, de elvállalná a miniszterelnök jelöltséget. A GKI Gazdaságkutató ZRT elnöke azt mondta, van programja, ebben meg kell egyezni minél több politikai erővel, és ha ez sikerül, akkor tud dönteni arról, hogy elvállalja-e a kormányfőjelöltséget. A részleteket firtató kérdésekre azt mondta, ezeket még túl korainak tartja. Egyszerre kell változtatás és stabilitás, az embereknek meg kell mutatni azt, hogy hogyan fogják túlélni ezt a helyzetet, meg kell mutatni, hogy mi az, amiük változni fog, és az elkerülhetetlen, de azt is meg kell mutatni, hogy mi az, amit meg tudnak őrizni, és mi az az érték, ami megmarad. Megbéníthatja az uniós elnökséget és a lisszaboni szerződés elfogadását is, veszélyezteti a cseh kormány tegnapi bukása. Elmar Brok német politikus egyenesen azzal vádolja a cseh köztársasági elnököt, hogy szándékosan próbálja gyengíteni az Európai Uniót. A prágai parlamentben megerősödhetnek az euroszkeptikusok, és leszavazhatják az unió reformját jelentő lisszaboni szerződést. Rugalmasabbá tette hitelezési politikáját a Nemzetközi Valuta Alap. Ez azt jelenti, hogy az igénylő országok a hitelek jelentős részét korai fázisban lehívhatják, az IMF pedig kevesebb szer tart felülvizsgálatot. A Valuta Alap döntése minden országra és a már működő programokra is vonatkozik. Az utóbbi hónapokban Magyarország mellett Lettország, Ukrajna, Szerbia, Izland, Fehéroroszország és tegnap Románia kötött készenléti hitelszerződést az IMF-fel a gazdasági válság hatásainak enyhítésére. A Valuta Alap egyébként áprilistól irodát nyit Budapesten az egyeztetések megkönnyítésére. Az amerikai gazdaság kilábal a recesszióból, de ehhez időre és türelemre van szükség, ezt mondta Barack Obama tegnap esti sajtótájékoztatóján a Fehérházban. Az amerikai elnök szerint a válság ellenes csomag hatására már látszanak a haladás jelei.
Minden fronton támadást indít a gazdasági válság ellen az amerikai elnök. Barack Obama erről azon a sajtótájékoztatón beszélt, amelyen elemezte az Egyesült Államok jelenlegi helyzetét és lehetőségeit. Obama szerint a dollár most rendkívül erős, amelynek az alapja az, hogy a befektetők most is az amerikait tartják a világ legerősebb gazdaságának és a legstabilabb politikai rendszerének. A kiút látszik, Amerika az elnök szerint jó irányba halad, jó döntések nyomán. Barack Obama egy hatalmas tengerjáróhoz hasonlította az országot, amely nem vált olyan könnyen irányt, mint egy kis csónak. A változások nem egyik napról a másikra történnek. Védelmébe vette pénzügyminiszterét, Timothy Geithnert, akit sokan támadtak azzal, hogy semmilyen terve nincs a gazdaság helyreállítására. Obama szerint nem lett igazuk, hiszen most másról sem szólnak a főcímek, mint arról, hogy mégiscsak van egy terv, ráadásul jó is. Az elnök külön beszélt az AIG botrányról is. Többen bírálták őt azért, mert napok teltek el, amíg kifejezte haragját. Obama szerint őt is ugyanannyira dühíti az, hogy a biztosító az adófizetők dollárjaiból ad a vezetőknek 100 milliós jutalmat, mint bárki más. Azt mondta, ez az a viselkedés, amely a csőd szélére sodorta az amerikai bankrendszert. Az ilyen bankárok mohóságának és felelőtlenségének pedig véget kell vetni. Óvaintett ugyanakkor attól is, hogy ez alapján ítélje meg bárki a bankokat. Az ő profitközpontúságuk egyben mozgatórugója is a gazdaságnak, hiszen a bankok hitelei nélkül nem tud újra lendületbe jönni az amerikai gazdaság. Árvízvédelmi készültséget rendeltek el az Egyesült Államok beli Észak-Dakotában, ahol a Fargo folyó már másfél métert emelkedett és még nem tetőzött. Közben Dél-Dakotában, valamint Wyoming és Nebraska államokban hóviharok tombolnak. Amint a tavasz első fuvallatai megérkeznek az észak-dakotai Red River völgybe, mindenki azonnal gumicsizmát húz és a gátakra siet. Nem telik el úgy év, hogy a Fargo folyó meg ne áradna, és így van ez idén is. Csak most egy kicsit ijesztőbb, legalábbis a helyiek szerint. Egyikük azt mondja, amióta itt él, mindig kellett dolgozni a gáton, de ilyen gyors áradást még nem látott. Hétfő óta csak nem másfél métert emelkedett a folyó vízszintje, és holnapig biztosan nem tetőzik. Aki él és mozog, homokzsákokat tölt és cipel. A helyi egyetem szinte valamennyi hallgatója a gátakon van. Senki nem akarja, hogy megismétlődjön az 1997-es nagy áradás, amely szinte mindent elvitt a környéken. Az idén még három homokzsák töltőgépet is kaptak. Ezek egyenként naponta 100 000 zsákot tudnak megtölteni, és egy percre sem állnak le. Eközben Dél-Dakotában, Wyomingban és Nebraskában hóviharok tombolnak. Az óránként 120 kilométeres erősségű széllökések hatalmas hótorlaszokat emelnek. Több száz autós rekedt a hófogságában az utakon. Itthon több súlyos baleset is történt a hidegfront és a csúszós utak miatt Borsod megyében. Felső Zsolcánál 10 autó ütközött össze az M30-ason. Borsodban és Hajdúbiharban éjszaka néhány milliméternyi hó esett, amely ráfagyott az utakra. Még az ajtaja is leszakadt ennek az autónak, akkorát ütközött. Összesen 12 kocsi ment össze az M30-as autópályán Felső Zsolca közelében. Egymásba csúsztak a jeges úton. Később újabb két autó ütközött, majd egy harmadik belerohant a helyszínelő rendőrautóba. Hárman sérültek meg könnyebben, a rendőr is. Hajdúbőszörmény közelében egy autó megcsúszott a jeges úton, belerohant a szemből jövő kamionba és az árokba szaladt. A kocsit vezető nő meghalt. Több mint 20 anyagi káros balesetről tudunk, ebből egy esetben kértek rendőri intézkedést, illetve személyi sérüléses baleset is sokkal több történt, mint egy átlagos reggelen. Debrecen környékén több mint 4 centi hó esett, ezért több helyen gyakorlatilag megállt a közlekedés. Nehezen indult ez a kamion is. Az utakat folyamatosan sózzák, de néhány óra múlva valószínűleg mindenhol elolvad a hó. A leghidegebbet éjszaka a Székesfehérvár közelítésen mérték. Ott mínusz 5,2 fok volt. A meteorológusok szerint a következő napokban meleg front várható. Meghalt Ocskai Gábor, az Alba Volán válogatott jégkorongozója. A sportoló éjjel lett rosszul, kihívták hozzá az orvost, de már nem tudott segíteni rajta. Valószínűleg szívinfarktust kapott. Ocskai Gábornál 2004-ben szívizombetegséget diagnosztizáltak, de néhány hónap kihagyás után folytatta a sportolást. A csatár szombaton lett 9-szer magyar bajnok az Alba Volánnal. Hogy pontosan mi okozta a halálát, a mai boncolás után derülhet ki. Ocskai Gábor 34 éves volt. A válogatott sportoló haláláról további részletek jönnek a híradó után a sporthírekben. Végül pedig az időjárásról, a több-kevesebb napsütés mellett többször beborul az ég, zápor vagy hózápor csak elszórtan lehet, többfelé viharos széllökések is kialakulhatnak, 6 fok lesz.
Sporthírek jönnek, hírekkel pedig legközelebb az interneten jelentkezünk 2 órakor, az M1-en pedig 6-kor Siklós András várja önöket. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!